Egy ország ismeri ezeket a szavakat már több mint 2 éve. Először akkor mondta Simicska Lajos korábbi pártársa, barátja, Magyarország miniszterelnökére a trágárjelzőt, amit ezért részben ki is takarunk. Simicska Lajos hétfő éjszaka nem szóban, hanem írásban erősítette meg véleményét Orbán Viktorról. 5 darab a cége tulajdonában lévő veszprémi hirdető oszlopra festette fel. Emiatt a rendőrök igazoltatták is. A veszprémiek viszont nem olvashatták sokáig az üzenetet. Kedd délelőtt ugyanis 2 kapucnis fiatal az összes feliratot átfestette. Egyikük egyáltalán nem akart nyilatkozni, de a másik sem volt bőbeszédű. Téged esetleg megkérdezhetünk, hogy miért festitek át a plakátot? Ilyen obszcén kifejezéssel felírni Orbán Viktorról, a miniszterelnök úrról valamit, az botrányos. Tudjátok, hogy Simicska Lajos festette át ezeket a plakátokat? Köszönjük, ennyi lenne, jó? Jó, nevedet elárulod nekünk? Most arra a 24.hu kiderítette, a híradónak is nyilatkozó fiatal Bóka Bence, a Fidesz ifjúsági tagozatának, a Fidelitasnak a veszprémi elnöke. Bóka Bence idén februárban egy lapinterjúban beszélt arról, hogy szerinte a politika lényege, hogy a saját értékrendszerét az ellenzékkel szemben intelligens vitákon keresztül megvédi és képviseli különböző programokkal. Az átfestés egyébként nem sikerült túl hatékonyan. Volt, ahol csak a betűkre festettek rá, így az elhíresült mondat ugyanúgy olvasható volt, csak fehérben. Máshol a Simicska Lajos által használt kék festék átütött a fehéren. Később biztos, ami biztos, barna színnel is átmentek a felületen. Kerestük a Fideszt és a Fidelitaszt is, hogy megtudjuk, mit gondolnak Bóka Bence akciójáról, tudtak-e róla, esetleg kérték-e erre a veszprémi Fidelitas elnököt, de egyik szervezet sem válaszolt a kérdéseinkre. Simicska Lajos cége kedden bejelentette, feljelentik az átfestőket, mert felháborítónak tartják, hogy Simicska feliratát engedély nélkül eltávolították, ezzel szerintük a kapucnis fiatalok megrongálták a cég felületeit.